Üdvillő módon mindenkinek. A másodjára, na mindegy. De asszonytól kaptam egy ilyen sós chips balhét. Köszönöm szépen. Szerintem a halálomat akarja, ha megint ilyen izével kísérletezünk, mondjuk állítólag az olyan sós, hogy nem nagyon lehet megenni. Kikérem magamnak, beteg sóhiánya van, én csak jót akarok. Ez így van, mindjárt kinyitjuk ezzel a jatagánnal. Megnézzük, hogy mi van. Karácsonyi ajándékom, tehát nem akarom, hogy megtaláljam. Na nézzük. Jó. És akkor most kinyitjuk ezt a csodát. Hát ebben van egy sós chips. Hát adtak egy gumikesztyűt, de minek? Hát egy sóshoz minek? Na mindegy. Itt van valami nagyon angol szöveg, amit nem tudok elolvasni. Azt mondják, hogy mennyi egy percig kellene rágni? Igen, majd 5 percig nem ihatsz. Ha jól tudom. Ja. Jó van, na figyelj. Mindjárt kinyitjuk ezt a vackot. Nem. Hú, mennyi kell egy olló is. Hát olyan, ez egy komplet szerszámos kell. Nem bírom letépni. Mindegy, ez nagyon be van csomóval, biztos, de nagyon veszélyes. Ez önizé van még pluszba, szerintem wasabi, vagy ami hasonló. Szerintem én nem genyózok. Ez nem megy be. Kötelező utána megmutatni a nyelvedet. Én mindig rágom ezt a szart. Melyik a rosszabb egyébként, erre majd térjünk ki. Hogy a vagy csip vagy ez? Kurva anyját annak. Aki ezt kitalálta. Ez nem a só. Ez a zöld szar, amivel be van vonva. Ez ilyen... Bebaszik, olyan valaki, hogy a baszokból lehoztád. Ez a zöld fos réteg, ami nem tudom micsoda. Mert nem a só. Annak a zöld szarnak van olyan fos íze, ami ilyen hirdem, mint a hányinger. A só az ennyi, tehát nem a sóval van bajom. Most tehát, hogy ilyen botosságok vannak, nem lehet, hogy szóda bikarbóna van benne?
Nem az. Akkor mit? De, hogyha, mondom, mint hogyha wasabi lenne. Pillanatra olyasmi volt. De amúgy ez ennyi. Tehát így sikerült lenyelned, akkor ez ennyi gyakorlatilag. De... Csak azért köhögök, mert beteg vagyok. És nem írja, mi a szar van rajta, de nem a sóval van a baj. Hát a régen a sós kiflik voltak ilyenek. A békebeli sós kiflik, nem az, amit ma kapsz. De az régebbi generáció, az biztos tudja. Ez a sós perec, a nagy. Az. Na, hát ez kb. Olyan sós, nem azzal van a baj, hanem ezzel a zöld köcsög réteggel, amilyen, ez ilyen, hát direkt hány inget okoz. De azért vagyok így. De nem a sóságával volt a baj. Nem írja, hogy a tökemmel van bevonva. Hát gyakorlatilag ez ennyi, tehát ez simán ki lehet bírni ivás nélkül, ez nem egy nagy kalanda, izével van a baj, az elején a... Hát mert most vagyunk 3 perc 47, tehát most simán tudok izé inni, vagy beszélni, minden probléma nélkül. És akkor tényleg melyik volt a rosszabb? Hát ez chili paprika. Ez sokkal rosszabb. Persze, ez sokkal rosszabb volt. Hát ezt tudta, hogy ez nem lesz probléma, itt nekem ezzel ez volt az, hogy volt rajta az a zöld fos réteg, az nem tudom mi volt az, de egyedül az volt olyan nagyon kemény, hogy az hirtelen az ott behabzott, vagy nem tudom, de... Mint hogyha behabzott volna, igen. Meg úgy hirtelen ugye a rengeteg só elkezdte ugye az összes nyálat magába szívni. Ez egy kiszáradt a szám pillanat a kalad, de hát utána hál' az énnek újra termeltem. Hát figyelj, ezt meddig kellene? Hát egy percig biztos rágtam. Egy percig rágtad is, 5 perc kell pluszba még... Ja azért, akkor most vagyunk 5 percnél, tehát... Nem tudom, hogy látszik ez. Igen. Hát ezt már csak így ücsörögni kell, mert igazából ez ennyi. Hát csak azt, hogy hirtelen ezért berántotta az összes nyálamat, hogy kiszáradt a torkom, aztán ezért azért kezdtem el köhögni, mert a taknyot is felrántotta. Amúgy ez nem egy olyan egetverő, ez a hot chip challenge, azért szarabb volt. Sokkal szarabb azt volt. Azt én is megkóstoltam egy csücsköt, és aztán nem nagyon rossz volt. Ez gyerekjáték. Elvileg ebből kinek most a savanyú, és az édes is. Azt tegyük hozzá, hogy még egyszer nem venném meg. Hát ezt én sem. Mennyi volt? Olyan 10 000 forint körül? Hát én honnan tudjam, te rendelted. Akkor nem tudsz róla. És akkor most van, jó, 6 perc letelt, ennyi volt. Egyébként igen, 10 000 forint körül van a szállítási költsége. Hát, annyit mondjuk én nem adtam volna ezzel szari. Nem, mert a hot chip az meg ilyen 4 körül volt. Itt van, hogy jön, ha szkenn mi. Jó, hát akkor mindjárt beszkenneljük. Jó kihívást.